Szevasztok, emberek! Na, végre a videó. Hát, amint tudjátok, azért nem volt videó, mert Balatonon voltam. Igaz, szerdán jöttem meg, de ki kellett már pihennem azt a egy hetet. Még most se pihentem ki, de hát gondoltam, hogy egy hét elteltével azért kéne már valamit feltölteni. Szóval így úgy elmesélem, hogy mi történt Balatonon. Hát ugye én Zamárdin voltam most. 9-en voltunk, abból másnap egy ember elment, mert az idősebb volt és dolgoznia kellett, és még egy ember elment egy nappal a vége előtt. Mi egy ilyen családi apartmanban voltunk, két emeletes volt a ház, a két öreg lakott alul, akik kiadták, minek fönt erkélye, király volt, nagyon a szállás tetszett. Olyan volt, hogy volt, fel kellett menni a lépcsőn, de ott Zamárdin köbben így rohadt nagy hosszú sor van, és kb. Ugyanúgy néznek ki az apartmanok, szóval így felmész a lépcsőn, akkor alapba a teraszra jutsz ki, be kell menned egy előtérbe, és úgy nyílik az már, az a konyhára nyílik, és a konyhából nyílnak így a szobák, folyosók. Szóval nem, ez egy három emeletes épület volt, már fenn volt egy fürdés, egy hallószoba. Addig kézbe tartom, csak már fáj a kezem. Hát ugye meg, mi egy kocsival mentünk le, két kocsival. Megérkeztünk, ugye az egy olyan egy órás út volt, szóval nagyon hamar lent voltunk. Na, megérkeztünk, kicuccoltunk, elmondta az öreg, hogy mit, hogy, bla bla bla. És egyből berendezkedtünk, elmentünk kaját venni, a piát azt már megvettük itt Pesten. Volt vodka, whisky, húzó, fröccs, minden ilyen fos. Én viszkiztem, abból Ballantines, meg valami Grants, vodka, vodka, viszki. Vodkából Finlandia volt csak. Ez jó drága, de hát ha vodkázunk, akkor már adjunk is érte valamit, mert ilyen Kalinka, meg ilyen Royals hulladék. Szóval mindenkinek a Finlandiát ajánlom, mert az finom is, és minőségi is. Mi a whiskyből általában Ballantine szoktuk, vagy a Jim Beam-t, meg nagy ritkán a Jack Daniels, de az ugye drága. És mi ezt nem Tesco-ban, ilyen Ocean-be vesszük, hanem egy ilyen kínai boltban, ott a Blahán, vagy a Blahán van azt hiszem, és ott egy 1500-re olcsóbb, mint Nagykerbe. Vagy Nagykerbe a faszt, ilyen Ocean meg ilyenben, mert Nagykerbe még olcsóbb. Szóval... Kb. Úgy volt minden napunk, hogy felkeltünk, elmentünk a CBA-ba végsütiért, inniért, meg ami kellett neked. Visszamentél, bekajáltál, elkezdtünk vízipipázni, dumáltunk, elmentünk a strandra, fürödtünk, általában mindig béreltünk ki vízibiciklit, amit nagyjából sikerült majdnem mindig feldöntenünk, mert mindig azt csinálják, hogy megfújjuk a vízibiciklit és így rántogatjuk. Vagy így oda megyünk az elejébe, vagy a hátuljába, és akkor ugye így megdől a cucc. Azért már paráztam. De meg mielőtt felszálltunk, három ekkora pók volt. Még egyszer ide beszálltam. De meg a házban is voltak pókok rendesen. Na, hol tartottam? Vízibicikli. Aztán megszállhattunk, napoztunk, és mentünk kajálni általában. Ilyen giroszt tettünk, meg pizzát rendeltünk, vagy pizzázóba ültünk. Szóval nem nagyon főztünk magunkra. És aztán este vagy otthon maradtunk pipázni, vagy inni. Vagy... Bár ez minden nap úgy volt, hogy... Vagy úgy volt, hogy pipáztunk, ittunk és maradtunk. Vagy pipáztunk, ittunk és mentünk bulizni. És mi is jó fokra mentünk át mindig bulizni. Mert hát... Zamárdin nincsen a... Faszom tudja mi miatt szórakozóhely, a Balaton Sound miatt aztán. És ezért átmentünk Siófokra vonattal, ami egy 10 perc, egy azt hiszem 3 megálló. De ha este mész, akkor nem is érdemes ilyet venni rá, mert a kaller úgy sem oda, és hogyha jössz haza ilyen hajnali 4-kor, akkor is érdemes megvenni, bár akkor nem is tudod, mert nekünk úgy volt, amikor hajnali 4-kor jöttünk, hogy ugye volt pénzünk meg minden jegyre, de hiába felszálltunk, és akkor úgy van, hogy még nincs nyitva a jegy, pénztár, addig te nem tudsz jegyet venni, csak a kallertől.
Szóval a Kalajt szépen lassan így ment a vagonokba, és mire hozzánk ért, mi már rég leszálltunk. Szóval jó volt. Sok mindent megúsztunk pénzügyileg. Mit mondjak még, igazából minden napunk itt telt, hogy elmentünk bujizni, és akkor másnap délután 3-kor keltünk fel, és akkor megint az, hogy bolt, strand, kaja, fürdés, kaja, pipa, pia, buli. Ennyiből állt egy napunk. Meg volt egy nap, amikor csak kocsikáztunk, az kész. Mert hát vízével mentünk ilyen régi Jaguar, és akkor kibasztuk a könyökünket, aztán izé rep, aztán nézzetek meg minket, bazd meg, ez az. Ja. Siófokról, jó hely csak, nagyon, hogy is mondjam, úgy van, hogy szombaton voltunk egyszer bulizni, akkor tele volt, minden hely tele volt. Minden. Az összes kurva hely tele volt, és nagyon nyűsögtek az emberek. És még hétfőn voltunk Siófokon, akkor meg... Akkor is voltak, de akkor csak egy helyen voltunk, de az kurva jó volt. Esküszöm, az nagyon jó buli volt. Hát egy 4 órát táncoltunk legalább folytonosan. Mi azért, ami így... Így behuppantam az ágyba, azt föl se kellettem, hogy délig, 2-ig biztos aludtunk. Az utolsó nap ugye összetakarítottunk, meg minden. És akkor az, hogy a kauciót visszakaptuk, egy kis pénz abból még bevásároltunk, azt húztunk haza. Szóval az a Balaton szerintem nagyon jó volt. Még fogok menni ezt helyre, de ott nem hiszem, hogy oda se fogom vinni ezt a kamerát, mert feleslegesnek tartom. Plusz én most nem akarom a saját nyaralásomat így feltölteni, mert az most az én dolgom. Hogy én ott mit csinálok, meg valami nem is publikus, ami ott történik. Ki ez az? Úgyhogy egy hét elteltével újra lesz csida jó, mide jó. Csak egy kicsit még mindig vissza kell térnem, mert szépen leépültünk. Minden nap műzipipa, vagy 9 vagy 10 csomag szén. Hát jó. Nem. Hát egy 9 csomag dohány biztos elszívtunk, meg egy csomó szén is, ami rá kell, ugye. Hú, szóval, ja, jó volt nagyon. Úgyhogy ennyi ez a kis Balaton, beszámolom, mert nem tudok erről többet mondani, mert tényleg minden nap ugyanazt csináltuk, mert mi bulizni mentünk, jól érzem magunkat, nem az, hogy most fürdünk, napozunk egész nap, vagy város nézünk, meg ilyen hülyeségek. Pipa, pia, buli, ennyi. Szerintem a mai fiatal kezén mennek le Balatonra, nem pecázni meg ilyen hülyeségekkel. Úgyhogy ennyi. Szóval kitérnek arra, hogy tegnap lefrissítettem ezt a szart, és majdnem beszoptam, mert ugye ennek van egy kamu változata. És én leszettem egy olyan frissítést, amihez nem volt odaírva, hogy a kamuhoz van, és áraktam erre. Szóval mondom, jó, hát várok, mert ugye a kamerának kell egy kis idő, miután lefrissítem. És akkor nem kapcsol, vagyis bekapcsol, semmi kép, semmi hang. Mondom, na, az meg ennek annyit kérdezgettem, fórumolni, és azt mondják, hogy hát az most beszoptad, bla bla bla. Mondom, na, akkor basszátok meg, kipróbálok minden szoftver frissítést. És úgy van, hogy van a régi, és van az új kijelzős SC4000. Én ráraktam a régi kijelzősnek a szoftverjét, és azzal már indult. Szóval úgy volt, hogy full fekete képet adott ki. De erre a YouTube-on volt egy megoldás, hogy lefixáljam, és azt a szoftvert is áraktam erre, és akkor újra ment a kamerám. Szóval egy kicsit nagyon beszartam, hogy ugrott 35 rugó. De szerencsére működik, yeah. Még mire a felvétel megy. Úgyhogy ez a kis bejelentés ennyi lesz. Majd még holnap. Hát most már meg szeretném azt csinálni, hogy naponta azért csinálják videókat. Hát tényleg annak volt, hogy fú. Alig bírtam tegnap is, meg mi van ma? Péntek. Tegnap az teljesen off volt nekem, aludtam, feküdtem, 3-4 filmet megnéztem az ágyba. Szerdán meg ugye, amikor jöttünk, akkor már semmi erőm nem volt, kocsiba is így, nem majd tudunk. Aztán ma vettem rá magam, hogy na azért is most ahol csinálj kéne. És még annyi, hogy Askefemre nyugodtan jöttek a kérdések, nekem most van egy ilyen kis Honvár trollom, amit már leszarok, úgy sírok neki vissza oskom. Úgyhogy verd máshol a faszod. Úgyhogy ennyi lenne ez a videó.